Az egyik legnagyobb és leghosszabb életű civilizáció Egyiptomban, a Nílus folyó partján végighúzódó keskeny, termékeny sávban alakult ki. Az ókori egyiptomiakat kietlen sivatag vette körül, a földművelés ritmusát pedig a Nílus éves áradása adta meg. A körülmények ellenére az itt kialakult kultúra 3500 évig virágzott, és lakói az ókor leglátványosabb műemlékeit hagyták hátra az utókornak. Egyiptom legkorábbi lakói nomád, azaz vándorló életmódot folytató vadászok voltak, akik a sivatagba jöttek és letelepedtek a Nílus völgyében. Megtapasztalták, hogy a nyári áradásoktól a talaj termékenyé válik, ahol megterem a gabona, és a legelők eltartják a birkákat, kecskéket és marhákat. A folyam áradásai létfontosságúak voltak, de katasztrofális hatással is járattak. Ha a Nílus az év váratlan szakaszában öntött ki, az egész termést elmosta. Ha pedig nem volt elég víz, a növények elszáradtak, és a vidéket éhínség sújtotta. Az ősi Egyiptom földművesei megtanulták, hogy gátak és a szárazság idejére víztározó tavak építésével miként szabályozhatják az áradásokat. Ahogy telt múlt az idő, a falvak városokká gyarapodtak, és kialakult Egyiptom saját kormányzati rendszere. A városi kézművesek kitanulták a réz és egyéb fémek megmunkálásának módját, az Ázsiából behozott találmány a fazekas korong fontos eszközzé vált. Egyiptom egyre gazdagabb lett, ahogy a kereskedelem fejlődött. Időszámításunk előtt 3400 körül a birodalom két királyságból állt, Alsó és Felső Egyiptomból. Körülbelül időszámításunk előtt 3100-ban Ménész, a felső egyiptomi Nehen királya elfoglalta Alsó Egyiptomot, így ő lett az első fáraó, aki mindkét királyság felett uralkodott. Az ókori Egyiptom történelmét három szakaszra osztjuk, az Óbirodalom, a Középbirodalom és az Újbirodalom periódusaira. Egyiptom gyakran keveredett konfliktusba közvetlen szomszédaival, illetve távolabbi birodalmakkal is. A fáraók és hadseregeik gyakran indultak hódító hadjáratokra, hogy új területeket foglaljanak el, és a háborúban szerzett kincsekkel megrakodva térjenek vissza. Foglyaik nagy részét rabszolgává tették, az így megszerzett vagyont nagyra törő, gyakran a hódító fáraó tiszteletére történő építkezésre fordították. Abu Szimbel két templomát II. Ramszesz fáraó építette, a Szíriából jött Hettiák felett aratott győzelmének emlékéül. Az ókori Egyiptomban a Níluson közlekedő hajók számítottak a fő szállító eszköznek. Irányításukhoz fából faragott evezőket vagy hosszú rudakat használtak. Később a járművek nagyobbak lettek és négyszögletű vitorlákkal szerelték fel őket. Az ókori egyiptomiak a Nílus partjának iszaptól fekete, termékeny földjén termesztették a növényeket. Bevezették az öntözéses földművelést, így a talaj nem volt sem túl száraz, sem túl ázott az áradások után. Csatornákat ástak a földek között, hogy a víz a folyótól távolabb eső területekre is eljuthasson. Feltaláltak egy sadúf nevű gémes kútszerű eszközt is, amelyel vizet emeltek ki a folyóból a környező termőföldek öntözéséhez. Egész évben azon dolgoztak, hogy a városok lakosságát étellel lássák el. Ökrökkel vontatott kezdetleges ekékkel forgatták meg a földet, így készítették elő a vetéshez. A földművesek búzát, árpát, zöldségeket, gyümölcsöket és lent termesztettek, utóbbiból vásznat készítettek. Az aratás volt a legfontosabb időszak az egész évben, mert ha nem volt jó a termés, az éhínséget jelentett a lakosságnak. Mielőtt betakarították a termést, az írnokok feljegyezték a földek méretét és ez alapján kiszámolták a feltételezett gabona mennyiséget. Ezt követően a búzát vagy árpát sarlóval learatták, kévébe kötötték és elhordták cséplésre, ahol elkülönítették a magot a szártól. Marhákat vagy szamarakat hajtottak be egy elkerített karámba, és a jószágok végezték a cséplést, azaz kitaposták a szemeket. Az írnokok szigorúan figyelték, hogy mennyit termeltek a földművesek, mivel a termés nem a gazdák tulajdonába került. Elvárták tőlük, hogy annak nagy részét adják le az államnak. Ha valaki nem tudott annyi termést felmutatni, amennyit kellett volna, botozással büntették meg. Idővel a termelés egyre hatékonyabb lett, így egyre többen végezhettek másfajta tevékenységet. Sokan a kézművességet választották és műhelyeket nyitottak a városban. Gyakori volt, hogy a fiú kitanulja apja mesterségét és a nyomdokaiba lépett a műhelyben. Az ókori egyiptomi civilizáció legismertebb műremekei a piramisok. A hatalmas gúlák körülbelül 4500 évvel ezelőtt épültek az egyiptomi fáraók hatalmas kriptáiként.
A leghíresebb helyszín Gíza az egyetlen az ókori világ 7 csodája közül, amely napjainkig fennmaradt. A piramis mezőn 3 roppant építmény áll, amelyek közül a leghatalmasabb a nagy piramis, eredetileg 147 méter magas volt. A hatalmas feljárókon munkások csoportjai rámpákat, emelőket, görgőket és csúszkákat használva húzták vagy tolták az olykor akár 15 tonna súlyú nagy kőtömböket, hogy helyükre illesszék őket a lassan épülő piramison. A fáraó parancsára munkások ezrei dolgoztak hosszú évekig, hogy felépítsék a piramisokat. Először is egy sík alaprészt kellett létrehozni, ezután minden egyes követ kétkezi munkával nyertek ki a kőfejtőkből, majd hajón az építkezés helyszínére szállították. Csak a nagy piramishoz körülbelül 2,5 millió kőtömböt használtak fel. Az ókori egyiptomiak tanulmányozták a csillagok, a bolygók és a nap mozgását. Úgy gondolták, hogy az elhunyt fáraók szellemei a csillagok között élő istenekhez szállnak fel. A piramisok az északi sarkcsillag felé tájolva épültek, így minden oldaluk pontosan észak, dél, kelet, illetve nyugat felé néz. Belül az alsó szinten templomokat alakítottak ki, ahol a papok áldozatokat ajánlottak fel a fáraó szellemének. Mielőtt egy halottat elhelyeztek volna a sírban, a testet elő kellett készíteni a temetésre. Egyiptomban minden fáraót és egyéb fontos szemét mumifikáltak, azaz konzerváltak haláluk után. Azért tették ezt, mert az ókori egyiptomiak hitvilága szerint a lélek csak akkor él tovább, ha a testet mumiaként megóvták az enyészettől. A mumifikálás folyamatáért a balzsamozók feleltek. Amikor a mumia elkészült, belehelyezték az élénk színű koporsóba. Ezt egy vastag kőfoglalatba a szarkofágba rakták a sírkamrában, ahová azokat a kincseket is behordták, amelyekről úgy gondolták, hogy a fáraónak szüksége lehet rájuk a túlvilágon. Ezután a sír ajtaját a lehető legbiztosabban lezárták. Ennek ellenére a tolvajok sokszor így is bejutottak a piramisokba, és elrabolták a sírkamrában található kincseket. Ezért később a fáraókat már nem piramisokban, hanem a félreeső királyok völgyének szikláiba vájt sírokban helyezték örök nyugalomra. Úgy tartották, hogy ha egy kriptát megbolygatnak és ellopják annak kincseit, a mumiák haragra gyúlnak és rettenetes bosszút állnak. Ezért, amikor Tutanhamon sírjának felfedezése után a sírtartalmát elvitték, hogy tudományos célból megvizsgálják, egyesek attól féltek, hogy a halott fáraó átkal lesújt azokra, akik beléptek a kamráiba. A mumifikált holttestet a piramis legmélyebb részén helyezték el, és a lejárót hatalmas kövekkel torlaszolták el. Az esetleges fosztogatók megtévesztésére voltak szintén jól lezárt hamis járatok is, amelyek üres termekbe vezettek. A rablók sok kriptát feltörtek és kifosztottak, de Tutanhamon fáraó nyughelye több mint 3300 évig érintetlen maradt a királyok völgyében. A sírt végül 1922-ben sikerült megtalálni, a régészek elámultak, amikor felfedezték, hogy a kamrák tele vannak kincsekkel, arannyal, ékszerekkel, díszes ruhákkal, szekerekkel és hangszerekkel. A mumia arcát pedig aranyból és drága kövekből készült maszk vette. A balzsamozók biztosra mentek, hogy a test ne induljon oszlásnak és a rothadásnak, miután eltemetik. Először is a szív kivételével az összes belső szervet eltávolították, és külön edényekbe, úgynevezett kanópuszokba helyezték őket, melyeket az elhunyt személy vagy egy isten arcmásai készítettek. Az edényeket a halottal együtt temették el, ezután a balzsamozók sóval, homokkal és fűszerekkel töltötték meg a testüreget, bedörzsölték olajjal, borral és gyantával, majd több rétegnyi vászon tekercselbe pólyálták. Végül a kész mumiát örök nyugalomra helyezték. A mumia koporsójára az elhunyt személy képét festették, hogy a lélek megismerje gazdáját a túlvilágon. Külsejét gyönyörű képek és élénk színű minták borították, a nagy műgonddal megrajzolt hieroglifák és a varázsszövegeket tartalmazó halottak könyvének festett jelenetei azt a célt szolgálták, hogy a mumiát segítsék más világi útján. Tutanhamon körülbelül 17 éves lehetett, amikor elhunyt. A következő videóban találkozunk, sziasztok!